De sperma unalmas már ez a pénz, számok, fogyatékos Herbi. Kezd elkalódni ez a csatorna is. Lehet lassan beérik a leiratkozás is. Mi lett ebből a YouTube-ból is? Régen azért raktak fel az emberek videókat, hogy megosszák az élményüket. Most meg mindenki pénzt akar vele keresni. Megérett a világ a kipusztulásra. Ja, és Edbák mindenek felett, mert én nem reklámot akarok nézni. Senki videójában. Rajtam ne keressen senki. Hallgass meg a kis trót. Hallgass meg, hogy mit beszél. Tehát unalmas már ez a pénzszámok, mi? Hát neked lehet unalmas, de másnak nem. Tehát, hogyha neked unalmas, akkor miért is kattintasz rá egyáltalán a videóra? Mit mondnak a számok? Egy vagy két nap alatt 2500 megtekintés, 77 like, 5 dislike. Tehát azt mutassa, hogy a túlnyomó többségi az embereknek nem unalmas, és nagyon is szeretik, hogyha beszélek erről a témáról. De hogyha senki se szeretné, és mindenkinek unalmas lenne, én akkor is elmondhatnám a véleményemet, nem? Tehát az én csatornám, és ugye meg én döntöm el, hogy milyen videókat töltök fel. Tehát lehet a nézőknek is preferenciája, de ugye nem az van most, hogy nem töltök, mennek a napi vlogok mennek fel, úgyhogy ha csak az a része érdekel a dolognak, mondjuk a farmos vagy a munkás vlogok, akkor lehet azt is nézni. Most egy éve nyomom a vlogokat mindenről, amit csinálok, se most csinálok egy-két videót a YouTube témába, ugye? És te hogy fasz kapsz rajta? Ha unalmas neked a pénz, a számok, akkor ne nézzed, kérlek szépen. De szerintem nagyon fontos erről beszélni, a startból azért ugye, mert tabu téma, ezt ki kell vesézni, meg kell beszélni, sokakat érdekel, sokan vannak, akik szeretnének YouTube-ozni, úgyhogy ezek a dolgok meg lesznek beszélve, hogyha neked nem tetszik, akkor ne nézzed. Fogyatékos Hörbi. Hörbi nem fogyatékos. Miért sértegeted? Vannak neki gyermekkori traumái, amit sajnos nem akar feldolgozni, nem képes feldolgozni, de nem fogyatékos, hanem traumatizált. Nem egy a kettős, ha fogyatékos lenne, és akkor egy fogyatékos ember, te miért te sértegetnél? Kezd elkallódni ez a csatorna is. Igen, hova? Hova kallódik el? Mi az elkallódás benne? Magyarázd meg. Lehet lassan beérik a leiratkozás is. Kérlek szépen. Nem kértem, hogy feliratkozz rám, az se, hogy le. Mindenki azt nézze, amit akar, és amikor már nem tetszik, akkor többet nem nézi. Ezt én is így csinálom, s más is. Nem kell ezt kiteríteni, mikor valakiről leiratkozok, én nem terítem ki. Mi lett ebből a YouTube-ból is? Mi lett belőle? Az lett, hogy nagyon népszerű lett. Régen azért raktak fel az emberek videó, hogy megosszák az élményüket. Ja, most is azért rakják fel, csak van, aki több időt belefektet, és annak nem jár semmi cserébe. Most meg mindenki pénzt akar vele keresni. És akkor mi van, hogyha pénzt akar vele keresni mindenki? Mindenki kereshet pénzt vele. Ott van nyitott mindenkinek, pénz van elég, és reklám van elég. Amíg a YouTube-tól, a Google-től a cégek vesznek reklámot, addig mehet nyugodtan. Mi a gond vele? Te szakmaddal pénzt keresél le? Igen, hát nem ingyen mész be, te se dolgozni, ugye?
Megérett a világ a kipusztulásra. Jó, áttör ugye, hogy a YouTube-on az emberek videókat töltnek fel, és pénzt keresnek vele. Ez a legnagyobb problémája a világnak. Ja. De hol élsz, ember? Melyik bolygó? Ja, és Adblock mindenek felett? Mert én nem reklámokat akarok nézni senki videójában, rajtam ne keressen senki. Tehát, hogyha Adblockot használsz, hogyha megblokkolod a reklámokat, az azt jelenti, hogy, nem értékeled semmire a videósok munkáját, és azt mondod, hogy nekik nem jár egy cent se. Tehát, hogyha azt mondod, rajtam ne keressen senki, akkor az ilyen szocialista mentalitás, ugye, hogy mindent ingyen akarunk. Semmiért nem akarok fizetni, ugye? Minden ingyen legyen rajtam, ne keressen senki. És te máson keresél le. Tehát mikor te bemész a munkába, akkor a főnök neked azt mondaná, hogy rajta ne keressél le semmit, akkor az neked hogy esne? Ingyen járnál le be dolgozni minden nap. Nem? Tehát te azt mondod, hogy, te elveszel mindenkitől, amennyit akarsz, ugye? Mert mész YouTube-ra, és mindenkinek, aki videót csinál, azt te meg akarod nézni, ugye? Ingyen. Ugye, mert nem hiszem, hogy nem vagy YouTube-red előfizető. Mert hogyha lenne egy kicsi gerinced, akkor azt mondanád, hogy oké, de nem akarok reklámot, akkor előfizetek a YouTube-ra. De se előfizetni nem akarsz a YouTube-ra, ugye nem akarod azt a 15 másodpercet, vagy 30 másodpercet szánni cserébe, ugye, a videókészítőnek, tehát nem értékeled, de zéróra értékeled a videókészítőt, azt mondod, hogy nem érdemel meg 15 másodpercet az idődből, mikor a videókészítő ugye órákat tesz bele, és rengeteg időt, meg energiát, de cserébe neki nem jár semmi. És mert ezt csinálod, mikor, hogyha egy blokkot használsz, akkor azt mondod, hogy, minden egyes videó készítőnek a munkája számomra zéró érték. És cserébe zérót adok, ugye, mikor egy blokkot használsz, azt mondod, én elveszem tőled az értéket, amit te csináltál, ugye, a videókészítő csinálta a testivel, az energiájával, az ideivel, belefektette az értéket, és így értéket adott a nézőknek. Te azt az értéket elveszed, viszont cserébe nem vagy hajlandó adni semmit. És ugye nem vagy hajlandó előfizetni a YouTube-ra, mert ha előfizetnél, akkor nem lennének reklámok, erre nem vagy hajlandó, azok is ugye megérthető az embereknek, ugye nincs sok pénz, nem fizetek elő. De másodszorban ugye nem vagy hajlandó végignézni egy reklámot a videó előtt, és mondjuk egyet a közepén, vagy egyet a végén, és ezért klipblokkolod a reklámot, tehát nem vagy hajlandó, azt mondod, hogy nem vagy hajlandó cserébe adni 15 másodpercet, ugye? Mert rajtad ne keressen senki. Tehát egy irányú kapcsolattal akarod ezt tenni. Tehát beszedsz mindent mindenkitől, ugye? Ingyen nézel mindent. Viszont cserébe nem vagy hajlandó senkinek adni semmit. Na, tehát tehát akkor cserébe most én is mondhatom ugyanazt, igaz-e? Hogy akkor rajtam se keressen semmi, senki. Tehát én most kit foglak tiltani a csatornámról, és ja, rajtam ne keressé. Persze attól te még nézhetsz, csak mi nem kell nézzük a hülye kommentjeidet. Érted? És így ki vagy dobva a csatornámról, és kész. Mehetsz, panaszkodhatsz egy másik csatornán.
és így része lehettél volna egy jókedvű, pozitív közösségnek, ahol sok jó téma forog, meg interaktív, meg ugye élőadások, meg minden, de ez az életben így működik, hogyha csak elvenni akarsz, adni nem, akkor az emberek nem fognak veled foglalkozni, meg üzletelni, meg nem lesznek jó kapcsolataid. Mert nézd meg minden a többi nézőmet, akik kommenteljenek, meg nézd meg olyan lelkes mindenki, és annyi mindent adnak nekem cserébe, csak nézd meg a sok pozitív hozzászólás, annyi jó üzenetet kapok, emberek kisegítnek, tanácsokkal küldnek, indexképeket segítnek tervezni, dizájnolni, stb. Kapok látott magokat kapok, küldnek az emberek magokat, küldnek könyvet, stb. És csak egy annyi, ugye, a viszonozása annak, mikor valaki értéket nyújt, hogy viszonyozzad, ugye nem kell nekem pénzt adjon senki, de egy annyi, hogy lájkolsz egy videót, megosztasz egy videót, elküldöd egy ismerősnek, megosztod a Facebookon, ennyi, tehát idő, ugye, mert idő, a pénz, az idő pénz. Tehát ugye én is belefektetem az időmöt, és a néző is egy kicsi időt cserébe belefektet. Hozzá, hogy megnézze egy-két reklámot, ugye, hagyja, nem ugorja ki 5 másodperc, hagyja, hogy végigmenjen. Még akkor is, ha nem érdekli, mert tudja, hogy azzal támogat engem. Ezt én is úgy csinálom. Mert ugye én is nézek más videókat. Nem használok adblockot, sohasem használtam, és nem is fogok. Mert tudom, hogy a videó gyártót, a videóst támogatom azzal. Úgyhogy, ha nem akarsz, ha mindent csak el akarsz venni, és cserébe soha semmit nem akarsz nyújtani, akkor szerintem kicsit magadba kéne fordulja, se újból értékeljed a kapcsolataidat az emberekkel, és a YouTube-ból, meg a videósokkal, meg mindenkivel, ugye. Na, de hát ugye az ilyen vélemény, mint a tiéd, az elég ritka legalábbis itt a csatornámon, de közzé szeretném tenni. Hogy lássák az emberek, hogy ilyen is van. Na. Úgyhogy sok szerencsét neked, de M1911-es róka. És remélem, hogy okulsz ebből a videóból, és kicsit magadba szállsz. Viszontlátásra.